Legó figura csikóssal karöltve sétáltatja a lovat, így búcsúztatta a telet a Polszem Lovas Egyesület. Február utolsó hétvégén maskarások, jelmezes apróságok nyüzsögtek a Herman Otto utcai lovaspályán, ahol számtalan színes falsangi programmal űzték el a telet, hogy minél hamarabb beköszöntsön a tavasz. Nagyon boldog mindenki, igazából ez valami varázsló jelmez lenne, és nem tudom, jó a hangulat, meg sokan vagyunk, és úgy jó az egész. Mindenki nagyon kedves, meg kreatív. Február a farsang, a tél búcsúztatásának és a tavasz köszöntésének az időszaka. Ilyenkor nem csak a gyermekek szeretnek jelmezbe bújni. Igazából itt a lovartába szoktuk általában ünnepelni, és nagyon izgalmas, hogy így beöltözünk, meg tök jó, hogy minden kis gyerek így beszokott öltözni, mindenki így megmutathatja, mi így a kedvenc jelmeze, és mi, igazából nekem így ezt jelenti a farsang, hogy itt kint vagyok, itt a parszemnél és így ilyen kisgyerekeket lovagoltatunk, jól érezzük magunkat. Számomra igazából ezt jelenti. Ez a kis csikós legény is ostor csattogtatással igyekezett elűzni a telet hajdú szoboszlóról. A jelmezes felvonulás a zajkelt, és éppen ezeket az ártó lényeket üldözte el. A gondos kezek munkájának köszönhetően elkészült a kiszabáb is. A kiszabá és kultúrákon és vallásokon átívelő hagyomány, tavaszt váró ünnep, ami lezárja a farsangot, és egyben a tél előzésének szimbóluma. Irítség, bánat, háború. Ez csak néhány szó azok közül, amelyeket gyerekek felírtak azokra a papírdarabokra, amelyeket a kiszabában égettek el. Elégetjük a rossz dolgokat a kiszabában, mint például a betegségeket, háborút, meg a Covidot is persze, ami most nagyon jelentősen ott van az életünkben. A hagyományok és a szokások ápolása kiemelt fontosságú a lovas Egyesületnél. Mi rendszeresen szoktunk farsangi programokat szervezni, és próbálunk ezekben a programokban olyan elemeket is megeleveníteni, amit régen is csináltak apáink, nagyapáink. A babona szerint a kiszebá végetése megszabadítja az embereket minden problémától. A téltemető népszokás elkápráztatta a jelmezeseket. Általában a kiszebb égetés, ami a legsikeresebb, mert a gyerekek már tudják, hogy a kiszébe bele lehet tenni azokat a bizonyos kis cekliket, amitől meg szeretnénk szabadulni. És most, amikor írták, vagy irattatták, mert még nem tudnak írni ezeket a cekliket, akkor bizony nekünk felnőtteknek kellett papírzsepkendő, mert olyanokat írtak, hogy ne legyen többé háború, szűnjön meg a szomszédban a csata, ne legyenek az égen harci helikopterek, szóval... Most olyan szipogós lett ez a farsang. A színes farsangi programon az éneklés és a csergetés mellett minden érdeklődő kipróbálhatta, milyen érzési jelmezben lóháton lovagolni. A térbúcsúztató zárásaként a maskarás csapat a város felé vette az irányt Kecskés Gábor vezetésével, hogy jelmezes fogatukkal a város minden részéről előzzék a telet.